És Selmeci Gabriele, a Fidesz képviselő, azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszter úrnak. Hol áll Magyarország a pedofília elleni küzdelemben címmel? Miniszter úr, távoléte miatt válaszadásra Rétvári Bence miniszterhelyettes urat, államtitkárt jogosította fel. Kérdem, képviselőt, elfogadja a válaszadó szemét, vagy személyesen miniszter úrtól kéri a választ? Köszönöm szépen, természetesen. Ön a szó, képviselőasszony. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt héten egy szörnyű bűncselekmény jelent meg a sajtóban. Egy rendkívül szörnyű bűncselekmény elkövetésének a gyanúja merült fel, amelynek a szálai egészen egy parlamenti képviselőhöz, Jámbor Andráshoz köthető Szikra mozgalom aktivistáihoz vezetnek. Nem tudom, hol van, itt lenne a helye. Az eddigi információk alapján egy a februári antifa támadások után indult eljárásban tartott házkutatás során fellelt laptopon 70 ezer, tisztelt képviselőtársaim, 70 ezer pedofil felvételt találtak. A felvételek között több száz olyan felvétel van, ami 12 év alatti gyermekekről, 2-3-4 éves gyermekek elleni sanyargatásról szól. Hogy értsük, miről van szó, ugye a büntető törvénykönyv sanyargatásnak hívja ezt a cselekményt. 2-3-4 éves gyermekeket ütnek, vernek, szexuálisan abuzálnak. Megrázó és felháborító ez az ügy. Fidesz-KDNP frakció 2010 óta számos esetben, szinte minden ilyen pedofil bűncselekmény esetén, vagy gyermekbántalmazás esetén hallatta a hangját, elhatárolódott tőle. Leültünk, megnéztük a törvényeket, jogszabályokat, miket lehet szigorítani, módosítani. Minden esetben megtettük ezt. Azért emelem ki a Fidesz-KDNP-t, mert az ellenzék képviselői részéről például most nem hallottunk semmiféle elhatárolódást. Tisztelt államtitkár úr, a kérdésem az, hogy hogy áll most a munka a pedofil bűncselekmények elkövetésének lefülelésében és megelőzésében. Köszönöm szépen. Köszönöm, asszony. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Rétvári Bence miniszterhelyettes úrnak. Parancsol. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Amikor Jámbor András bekerült az országgyűlésbe, akkor ezt nagyon üdvözölte a Szikra mozgalom. Azt mondták, hogy az elmúlt évek közös munkája nyomán és az évtizedes baloldali tevékenység alapján hisszük, hogy Jámbor András hűen fogja képviselni mindazt, amiért küzdünk. És mit látunk itt Jámbor András esetében? Először megágyazott az utcai erőszaknak, az antifának, azt mondta ez egy lelkes baloldali mozgalom, amely társadalmi egyenlőtlenségek ellen küzd. Aztán utána, amikor mindenkit felháborított, hogy Budapest utcáin fényes nappal külföldről idejött antifa tagok taláromra kívánsznak embereket, és megverik őket viperákkal, vascsövekkel, akkor utána még ő jött be ide a parlamentbe, és szó szerint azt mondta, azon hölgy kapcsán, akinek a lakásában ezt a laptopot megtalálták, amelyik ugye az élettársa laptopja, hogy nekünk, itt a kormánypárti képviselőknek minimum bocsánatot kérne kérni ettől a személytől. Ő volt olyan bátor, hogy eljött ide az önök mocskosságával szemben. És Jámbor András szólított fel minket, hogy kérjünk bocsánatot annak a mozgalomnak a tagjától, amely mozgalom rég nem látott módon utcai erőszakot alkalmazott nyilvánosan Magyarországon, és utána az az ember, aki utána öngyilkosságot követett el, ő volt a koronatanú ebben az ügyben, ő igazolta az alibijét ennek a hölgynek, hogy vele volt, és nem volt az utcán akkor, amikor ezeket a bűncselekményeket, erőszakos bűncselekményeket elkövették. És valóban, én nem tudom, hogy pontosan hogy választják ki a tagokat, és hogy maradhat valaki tag. De ha valakinek a gépén nem egy, meg nem öt, hanem közel 70 ezer ilyen fájl található, és ezek mind 18 év alatti személyek, és több száz olyan van, még tényleg óvodáskorú, 2 éves, 5 éves gyermekeknek a sanyargatásáról szól, és ez a mozgalom büszkén hordozza az ászlóját, és a parlamentben minket vonnak kérdőre,
és tőlünk követelik azt, hogy bocsánatot kérjünk, hát ez felháborító. Nem csodálom, hogy elbújt Jámbor András, és nincs most itt az ülésteremben. Köszönöm. 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 Viszontválaszra megadom a szót képviselőasszonynak. Parancsoljon. Tisztelt államtitkár úr, a mi kérdésünk is az többek között, hogy hol van Jámbor András most, a Szikra mozgalom elnökségi tagja, amely mozgalom érintett ebben a pedofil bűncselekmény cunamiban. De hadd tegyem föl azt a kérdést is, hogy hol van Szabó Tímea, aki Jámbor András frakcióvezetője itt a parlamentben, és aki, igen, vannak különböző bekiabálások, tehát úgy tudjuk, hogy Szabó Tímea másnak is dolgozik, ugye nem csak Magyarországnak, de hol van most Szabó Tímea, aki többször hallatta a hangját pedofil bűncselekményben, de nem mindegyikben, például ebben nem. Tisztelt képviselőtársaim, a Fidesz-KDNP frakció mindent megtesz a pedofil bűncselekmények minél korábbi és előbbi felderítésében, és kérjük és várjuk az ellenzék érintett tagjainak bocsánatkérését, de minimum a Fidesz-KDNP a paleta ügyet elítélte, és azt mondta, önök ellenzéki képviselők, most miért nem szól a tisztelt képviselőnök, hadd szóljak itt a képviselő nőkhöz, felállhatnának és elítélhetnék ezt a bűncselekményt és a Szikra mozgalmat. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg, miniszterhelyettes urat, parancsol. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Joggal merül fel a kérdés, hogy az a baloldal, amelyik letérdelt a gender lobby előtt, az miért nem hajlandó ebben az esetben egyértelműen megnyilatkozni és egyértelműen ítélni az utcai erőszakot és az ilyesfajta pedofil bűncselekményeket. Az elmúlt években nagyon sokat tettünk azért, hogy ezeket a bűncselekményeket visszaszorítsuk. A büntető törvénykönyvünk Európa legszigorúbb büntető törvénykönyve a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatban. Az elévülési szabályokat szigorítottuk. Szigorítottuk azt, hogy 21 éves kortól indulnak csak az elévülési időknek a számítása, hogy felnőtt korban lehessen feljelentést tenni ebben az ügyben. Eltiltottunk mindenkit a gyerekekkel való foglalkozástól, munkaköröktől, hogyha ilyen bűncselekményt követett el korábban. Létrehoztuk a pedofil nyilvántartást, amelyből közel 10 000 lekérdezés történt, hiszen bárki, bármelyik állampolgár az ügyfélkapunk keresztül, ha valakire gyanakszik a gyereke közelében, lekérdezheti, hogy elítélték ilyen bűncselekményt vagy sem. Mert valóban sok magyar ember számára ez egy fontos segítség. A gyermekünk a legfontosabb az életünkben, és nem akarjuk, hogy valaki a gyerek kiszolgáltatottságával, naivitásával, bizalmával visszaéljen, és ilyesfajta visszaéléseket tegyen a gyermekek kapcsán. Ezért kellene a magyar baloldalnak is ebben az ügyben egyértelműen végre egyszer kimondani azt, hogy elítéli az erőszakot, és elítéli az ilyesfajta pedofil bűncselekményeket. Azt mondta a Szikra mozgalom Jámbor Andrásról, hogy egy fecske nem csinál nyarat, egy szikra is képes viszont tüzet gyújtani az éjszakában, hogy majd itt a parlamentben tüzet gyújtani sötétségünkben. Hát sajnos tűz akkor nyújtsak, amikor ezen öngyilkos ember mellett egy kisgyermeknek, vagy egy kisbabát gyújtottak föl. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogy a magyar baloldal végre ebben az ügyben merne bátran kiállni. Köszönöm szépen.